Jó estét, jó napot mindenkinek, nagyon nagy szeretettel üdvözlök Robert, szia Robert! Nagyon érdekesen láttam és követem a csatornádat, látom, hogy különböző emberekkel, spirituális emberekkel vannak nagyon érdekes interjú kérdések, és nagyon sok dolog, amit te említettél, te tanítasz, az engem megérintett. És nekem is van egy ilyen önfejlesztési programom itt Magyarországon, amit már 2 évet csinálok, és nagyon sok kérdés szokott lenni, és leírtam egy kérdés sorozatot, mert nagyon tetszik, hogy tényleg egy magas, tiszta szintet, energia szintet érzek benned, amit képviselsz, szóval, és nagyon köszönöm, hogy Magyarországon is magyarul csináld ezt a csatornát, ez annyira nagy segítség szerintem több ezer embernek itt. Szóval ezt köszönöm neked. Először is szerintem a legfontosabb, hogy hogyan találkoztunk, azt volt az ezt még nem is tudott te sem, azt hiszem, hogy az Everness Fesztiválon itt ugye Budapesten, vagyis Balatonon minden éven már kb. 10 éve van ez az Everness Spirituális Fesztivál, és itt találkoztam egy hölgyel, aki ilyen tánc, ritmikus tánc terápiát vezetett. Ez a Five Rhythms Dance. És ott keresztül volt egy, hallottam, hogy az ő anyukája rákos beteg, és így kerestelek meg téged. Szóval több ember már javasolt és hallott rólad is, hogy rákos betegeknek is segítettél már a múltban, és akkor ez rögtön megérintett engem, és nagyon itt is szeretném mindenki előtt is, meg neked négy szem közt ezt megköszönni, hogy tudtál segíteni sokat ennek a hölgynek, az anyukájának. Szóval köszönöm szépen. Szívesen. Szeretnék kérdezni, mert nagyon sokszor figyelem én a videóidat, és az első kérdés, én is sokszor szoktam beszélni a gazdag papa szegény papáról, és egyszer a fülemet megérintette, amikor mondtad, hogy volt egy gazdag papád és egy szegény papád, hogy egy kicsit, ha tudnál mesélni, hogy hogyan is találkoztál a gazdag papáddal. Oké. Hát igazán a gazdag papa az az én nevelő apám, aki anyukám második házassága volt. Én ugye Budapesten születtem, a 12. kerületben, és a szüleim, anyukám, mikor megszült, akkor 20 éves volt, hát nagyon fiatal volt, halálosan szerelmes volt az apámba, egy csodálatos, gyönyörű pár voltak, egy ilyen elég német-szerb, az apukám hátra az német, és az anyukám hátra meg szerb, és hát ahogy alakult az élet, másfél éves volt, amikor ők elváltak, és utána úgy látogattam őt, ugye a törvény keretein belül, mert engedélyezve volt, de ő nem volt jól anyagilag. Ő neki nem volt meg az a rezgése, nem volt az a gondolkodás, hogy eléggé benne beleesett sajnálatos módon ebbe a gyógyszerezem magam, depressziós vagyok, elhagyom magam, nem állok ki magamért. Ez az elég erőtlen, de eléggé tipikus a dolog. És újra ő is megházasodott van abból, és egy húgom, abból a házasságban is van egy húgom, és ez az édesapám, a szegény apa, ez nagyon érdekes, bejutott egy csomó mindenre. Irritált, persze, mert tudod, szerettem volna, hogyha sikeres, meg szerettem volna, hogyha fölnézhetnék rá, meg ilyen dolgok. Ez nem volt ott. Most már így utólag, hogy rengeteget integráltam, ez már más, de akkor, mikor benne voltam, akkor eléggé volt ez a meglátogatom, de azért tisztes távolság, legalábbis tisztes érzelmi távolságban néztem őt. És történt egy olyan, ami eléggé kiborított, és utána egy kicsit akkor elvágtam a vonalat, vagy így a kapcsolatot, még inkább eltávolodtam tőle, amikor katona voltam, és 88. februárja és 89. augusztusa
között voltam katona. Most legalábbis így emlékszem, oké? Okay? Tehát valahogy pont úgy akkor másfélét voltam katona, és a katonáknak a zsoldja akkor 600 forint volt egy hónapban. Tehát az volt nekem a költőpénzem. Na most meglátogattam ugye apámat, és kért tőlem pénzt. És én gondolom, hogy ez ilyen nincs, ez annyira idegesített, ez annyira fáj, tudod, mert ez olyan, nekem kellett az apa, nekem kellett ez az image, nekem kellett, és nem volt ott. Mondom, nagyon sok éven betelt, míg az általa átadott DNS rezgéseket fel tudtam oldani, elengedni ezt a szegénység mentalitást, és ahogy említettem, akkor a szüleim elváltak másfél éves koromban, én erre brutálisan tisztán emlékszem. A köztük lévő beszélgetéseket, a veszekedéseket, és amikor elkezdtem csinálni hipnózist, még anyukámmal beszéltem annó, és hát ő mondta, hogy hát ebből nem hisz, és ugye elmondtam neki, hogy én mire emlékszem, és majdnem padlóra esett, azt mondja, Atya Isten, mondom, mindenre emlékszünk. És egy pár év eltelt, míg meg nem házasodott, és én nagyon fiatal voltam, 5-6 éves talán, mikor ő férjhez ment újra, tehát én nem is tudtam. Az egész életem egy ilyen traumatizált, gyere cipellek az óvodából ide meg oda, tehát voltam is, de olyan elég olyan érzés volt, hogy olyan láb alatt vagyok, vagy olyan, tudod, olyan teher vagyok. Nekem még valamilyen szinten érthető. És később volt már, mikor már 8-9 éves voltam, amikor elkezdtem felfogni épésszel, hogy az az apuka, a nevelő apa, hogy ez mennyire más, és mennyire sok mindent tud nekem átadni. Ő a matematika tudományok kandidátusa volt, tehát egy egyetemi docens volt, egy világhírű matematikus volt, és ahogy ugye cseperedtem, meg nőttem fel, egyre inkább éreztem, hogy ott van értem, hogy tesz értem, hogy érdeklem. Tudod, tehát végül is egy ilyen apám helyett apám lett. Soha nem éreztette, hogy nevelt fia vagyok, soha nem éreztette azt, hogy én, tudod, nem a vérre vagyok. És nagyon érdekes, mert egy eszméletlen intelligens, egy zseni volt, egy zseni, és nagyon gyönyörűen rajzott. Aha. Ilyen fekete-fehér rajzokat csinált emberekről, a csendéletekről, amellett, hogy ő tanított és utazta a világot. És ő is szegény sorból jött, tehát ő is Somogyváról jött, az ő szüle is, nek meg volt egy hatalmas telke, ahol gyerekkoromban sokat voltam, a cseresznyefán, tudod, zabáltam, még beteg nem lettem, és ő, ahogy egy igazgató lett, és utána előadó lett, és itt, akkor utána előbb-utóbb milliómos lett. Aha. Multimilliómos. És szépen csinálta, finoman, tehát nem ez volt, ez a gyors, tudod, az öt gyors lépés, és akkor gyere a szegénységből, beugrunk majd a bőség tengerébe, hanem ő tényleg úgy metodikusan szépen csinálta. Aha. Ő nekem még anno a gazdagapó, nevelőpapám azt mondta, hogy ő hata jogát tanult. És ő mondta nekem, ő beszélt először az életemben nekem az elméről. Az elme hatalmáról. Persze semmit nem értettem belőle. Akkor egy jó mag volt, ami később kikelt, de nagyon sokat tanultam tőle. Nem csak hogy az, hogy kell a pénzzel bánni, hogy lehet gazdagsággal élni, mert gyönyörű, csodálatos villába költöztünk fel a belvárosból, a második kerületbe, ahol az egész budapesti látkép elénk tárult. Tehát tényleg én gyönyörű körülmények között nőttem fel. Medenc és kertes ház. Amikor már nem akartam úszni, akkor kiültem a szélére, és csodáltam a kilátást. Tehát tényleg gyönyörű, egy eszméletlen szép a látvány volt, még jó érzés. Aha. De nem csak ezt adta meg nekem, hanem sokszor voltam bent nála a munkahelyen, és láttam, hogy bánik az emberekkel, és olyan emberi volt, olyan maximálisan emberi volt, annyira jól tudott vezetni, hogy vezető személyiség volt. Még a főnökeivel is, hogy beszéltek, ez egy nagyon-nagyon fontos alap lett. Aha. Tehát
Volt akkor ugye az édesapa, akit én nagyon szerettem, de valamilyen szinten lenézte. Oké, fel akartam rá nézni, de nem tudtam, és akkor volt ugye a nevelőapám, aki meg fölnéztem. Egy kettőséget alakított ki bennem, de valami oknál fogva szerintem arra szükségem volt, hogy lássam, hogy a spirituális utamon ez majd később segítsen. Hány éves korodban volt már a nevelőapád? Vagy éltél, akkor többet vele éltél? Igen, persze, nem emlékszem, tehát tényleg kb. 6 körül. 6-7. Annyira összemosódtak az évek, vagy összemosódnak az évek, hogy nem tudom. De szerintem olyan nagy jelentősége nincs. Aha. És azt kérdeztem, hogy a három közül él még valaki, vagy tartod a kapcsolatot Senki. valakivel? Nem. Senki. Tehát meghalt mind a kettő. A szegény apukám, ugye az édesapám, az eléggé csúnya körülmények között, ha meg megfulladt egy narancs szeleten, tehát annyira nem volt ez a belső, tudod, löket, és a nevelőapukám meghalt tüdőrákban. Most ez nagyon érdekes, mert tudod, hogy beszéltünk a rákról, most egy-két óra alatt tudnék segíteni kigyógyulni belőle, de akkor azt se tudtam, akkor ez a nagyon csúnya, ijesztő koncepció volt, ez az ijesztő ötlet, vagy hogy mondjam, ez az energia, és nagyon kevesen tudták igazán, hogy mi okozza. Igen, nagyon érdekes, mert ugye beszéltünk arról, hogy az állatokról, mert ugye a barátomnak az anyukája, hogy amit említettél, hogy az állatok átveszik az embereknek a betegségüket, sokszor azt a rezgést átveszik, és kigyógyulnak, sok esetben ugye az állatok kigyógyulnak belőle, amit te is mondtál. Ismerek olyan kutyát, vagy lovat, macskát, most konkrétan ismerek olyan kutyát, ahol az ember például, hogyha vese problémái vannak, akkor a kutya átveszi, és a kutyának a veséje lesz sérült, és akkor vagy kigyógyul belőle, és akkor ezáltal az ember is meggyógyul mellette, és a kutya is kigyógyul mellette, vagy néha az állatok meghalnak az emberek helyett. Igen. És tudsz csak egy kicsit beszélni, mert tudom, hogy az állatokat, mert amikor az angol websájtodat néztem, akkor láttam, hogy sok állatnak is segítettél, gyógyítottál már nagyon sok állatot is. Ugye ez hogy működik pontosan? Nagyon érdekes. Ez kb. 4 évvel ezelőtt kezdtem el, akkor jöttem rá a tehetségemre, erre a tehetségre legalábbis akkor adták át, nem is tudom, tehát akkor vált nyilvánvalóvá. Volt egy perzsa cicánk, és elkezdett nagyon rángatozni, epilepsziás rohamai voltak, és olyan rossz volt, mert rengeteget dolgoztam, minden magánvállalkozó, akkor volt még egy szerződés, egy másik vállalattal, tehát két réte dolgoztam, és olyan nehéz volt, mert úgy szeretük ezt a kis barátot, ez egy kis cica. Lát is rajta, vagy van róla egy kép a Facebookon, ilyen fekete-fehér perzsa cica. Igen. Az úgy néz ki, hogy kis IT, az pont egy nyírás után volt. És egyszer csak így jött nekem egy üzenet, hogy hát ha ezt egy ember lenne, meg tudná gyógyítani? És mondom, igen. Hát akkor miért nem gyógyítod meg őt? És akkor jöttem, oké, viszont nincs kommunikáció, de nem is kell kommunikáció, telepatikusan. Ha tudjuk a pszichológiát a betegségnek, akkor telepatikusan, és ezt hívom a remote healingnek, vagy távgyógyításnak, hogy én bele tudok csatlakozni a kvantum mezőn keresztül annak az állatnak, vagy a személynek az energiájába, átvizsgálom a traumáit, feloldom a traumáit, feloldom az asztrálsíkon lévő elakadásokat, és a test az óhatatlanul meggyógyul. És tehát ez az első kis cica volt, ugye az első sikeres, a mi cicánk volt az első sikeres gyógyulás, és teljesen megnyugodott. Megállt az epilepszia, tehát nagyon jó volt. Valahol tudtam, hogy ez bennem van, de mégis kellett a bizonyíték, és azóta nagyon sokat finom hangoltam ezt a processzt, ezt a folyamatot. De most, amit te mondtál, az, hogy az állatok átvezik a rezgést, ez tényleg így van. Ez az ő lélekszerződésükben bennük van, tehát nem kell magunkat szapulni, vagy nem kell, tudod, rosszra gondolni, meg nem kell bűntudatot érezni. Ahogy nagyon sok gyerek bejön a szülők életébe, úgy nagyon sok állat is bejön az ember életébe, hogy rávezesse őket
egy bizonyos logikára. Ezt a logikát hívják spirituális pszichológiának. És az állatok bejönnek arra, hogy mutassák, hogy figyelj, tele vagy traumával, mindenki tele van traumával, ez evidens, és amikor neked fáj a veséd, akkor ott kapcsolatbeli problémák vannak, vagy őskorból, vagy jelenkorból, ebből az életből. Én azt elveszem tőled, már megtapasztaltad a fájdalmas részét, mondja az állat, elveszem tőled, energetikailag átveszem tőled, most jöjj rá, hogy hogyan kell ezt csinálni magadtól. Ez lenne a lényeg. És mivel az embernek az elméje az egy ilyen ismétlőgép, és nagyon kevesen tudnak arról, hogy az, ami hajtja a világot, az elme, amíg nem gyógyítjuk meg a régi traumákat, addig az olyan, mint ez a dum-dum-dum-dum, újra és újra és újra, újra visszaadja ugyanazt a nem kívánatos eseményt. És előbb-utóbb az állat már nem tud többet elvenni, mert már megtelt a pohár, ha lehet így fogalmazni. És utána azért is lesznek betegek, hogy megmutassák a humánnak, hogy nézd csak, ugyanaz a bajom, mint neked. Látod a kapcsolatot? Látod a logikát? Tehát minden lélek szinten történik azért, hogy segítsünk, vagy segítsenek az embereknek tényleg egy kicsit felfedezni a belső teremtő erejüket és annak a félrehasználtságát. És hát te is mondtad, több állat távozik, tudod, ez van, tehát ez mind a lélekszerződésben le van írva, ez mind a teremtő által van úgymond irányítva, és az állatoknak tényleg az, ugye, hogy a kutyáknak hűséget tanítani, átvenni a rezgéseket, segíteni nekünk gyógyulni, a cicák általában azt hiszem, hogy jobban tudnak semlegesíteni energiákat, meg frekvenciákat, mint a kutyusok. De vannak különféle fajok. Tehát ez a lényeg, hogy ők azért jönnek az életünkbe, hogy leckékre tanítsanak, mutassanak nekünk úgynevezett felfedezéseket, és amikor mi felfedezzük, akkor mindenki jól lesz. Azért kell az öngyógyítás, az ön munka, hogy az egész környezetünk azzal gyógyul. Jó, köszönöm. Hú, ez nagyon jó válasz volt. Lenne még egy kérdés, amit sokszor tőlem is az én csapatomban kérdeznek, és én is nagyon kíváncsi lennék, mindig minél több embertől kíváncsi vagyok erre a válaszra. Számomra egy nagyon fontos kérdés az én életemben is, hogy ha most már a gyógyításról beszélünk, amikor valaki megbetegszik, és ha karmikus szinten azt nézzük, hogy próbálunk neki mondjuk segíteni, de visszaesik, és megint beteg lesz, illetve hogyan tudjuk megkérdezni például az univerzumot, vagy hogyan tudjuk, hogy mi ténylegesen segítsünk-e mást meggyógyítani, vagy hagyjuk, hogy ő tanulja meg magától, mert karmikus szinten neki azt meg kell tanulnia, hogy akkor neki betegnek kell lennie. Hogyan tudjuk ezt a kettőt megkülönböztetni? Oké. Okay. A gyakorlat kell hozzá, mert az elején tényleg szeretnénk segíteni. Tehát a legtöbb embernek tényleg nagyon jó a szíve, azt viszont nem látjuk, hogy ott van több tízezer olyan ellenállás, meg romboló mentális elmei program, ami félrevezet minket, és olyan dolgokat csinálnak, aminek hosszú távon lesz olyan következménye, hogy az nem a legjobb. És az egyik az, hogy próbálunk segíteni embereknek gyógyulni, amikor ők nem akarnak gyógyulni. Ez olyan, mint a ráerőszakolni valakire valamit, amit ők nem akarnak. Én nagyon sokat tanultam mentoroktól az ilyen típusú emberekkel beszélni, és ahogy fejlődtem, egyre inkább változott nekem is a stílusom, tehát szeretnék beszélni a megmentő szerepéről, az most nagyon-nagyon jön ki, így a bolygók állásról, olyan bibliai időben járunk, hogy a megmentő szerepe az most jön ki mindenkin, és nagyon-nagyon frusztrál. Szóval onnan tudjuk, hogy jön ki, hogy szeretnénk a másnak segíteni, de ő nem akarja, akkor mi belül frusztráltak vagyunk, és akkor jön ez a konfliktus. Tehát ez fontos, mert ezt is mindjárt elmondom. És van egy bizonyos beszédstílus, van egy bizonyos logika, amivel a beteg emberrel lehet beszélni.
A betegeknek kb. Az 1%-a az, aki azt mondja, hogy beteg vagyok, nem akarok az lenni, kérlek segíts. Ez lenne a normális. Ugye, hogy nem jól vagyok, itt fáj, ott fáj, ott fáj, tudsz segíteni? Igen. És akkor van egy tök logikus, egyszerű hozzáállás. A legtöbb ember sajnos a rossz egóprogramok miatt ő szeret beteg lenni. Eleve a rossz traumák miatt betegé tette magát, de valamilyen szinten, akármilyen furcsa, az ego élvezteti az emberrel a betegséget. Ezáltal kap figyelmet, ezáltal kap idézőjelben szeretetet, odafigyelést, tudod, megértést, és akkor igazán egy manipulációs minta, ha belegondolsz. Jó? Tehát ha ez van, akkor az ember sokkal inkább, a beteg ember sokkal inkább hozzá van kötődve a betegséghez, mint a gyógyuláshoz. Ha oda jön például valaki hozzám, aki ebben a kategóriában van, hogy tudod, hogy itt fáj, ott fáj, ott fáj, be se problémám, és akkor mindig megkezdem, hogy szeretnél változtatni rajta? Tudod, milyen vicces? 90% azt mondja, hogy nem. Igen. Igen. Az ember... 90%? Igen. Az ego az a szenvedést próbálja, tehát azt preferálja, és annak a választását tolja az előtérbe. Okay? Amikor csináltam ezt az árny előadást, akkor ott van az Oreo cookie, hogy a pilota kex, hogy az a sárga mező, tehát van a fényárnyék, és akkor alatta vannak a gyenge árnyékok, és ebben van a szenvedés. És amíg a szenvedés pszichológiáját nem oldjuk fel, addig az ember szenvedni akar, még akkor is, ha eszméletlen logikát van. És akkor ez az ember, aki tud mondja, hogy fáj, meg vese probléma, meg rákos, meg ilyen, meg olyan vagyok, és akkor a mentoraim megtanítottak megkérdezni, úgy, ahogy szeretnél gyógyulni, eddig mit tettél érdekében, tehát kicsit megismerni az embert. Tehát nem úgy kezelni az embert, mint egy gépezet, hanem egy kicsit megismerni az érzelmi hátterét. Nem szabad nekik ott rögtön segíteni. Mert az egónak van egy olyan nagyon fals programja, hogyha már valamit hall, ő azt hiszi, hogy meg van oldva. És kicsekkol, és ott marad egy beteg ember betegen, és az egója megmagyarázza neki, hogy már mindent hallott, már mindent tud, és minden meg van oldva. És ez egy nagyon veszélyes program. Ez most egyre evidensebb. És ha valaki tényleg nem akar változtatni, és ezt mondom, ez a többség, ez egy nagyon furcsa programsorozat, az elmében, akkor én mondok neki egyet, hogy én, tudom, most megint angolba fordítok, hogy pillanatot kérek, én csak azon a szinten tudok hozzáállni, amilyen szinten te magadhoz hozzáállsz. Tehát, hogyha te akarod a változást, én nem akarom, nem tudom jobban akarni a változást, mint te. Azt hiszem, hogy ez a jó fordítás. És ez egy olyan kicsit olyan pofon, de néha kell az embernek egy pofon, mert annyira benn vagyunk ebben a húsdarálóban, ebben a mókuskerékben, ebben a mentális gépezetben, hogyha nem lökjük ki az embert a megszokott szenvedésből, akkor nem tud másképp gondolkodni. Jó, és akkor azt mondjuk, hogy kicsit felocsódik, azt mondja, de hát én akarom. Na jó, akkor ez meg ezek a feltételek, kezdhetjük. Igen, és akkor egy új mechanika lép be, és onnantól az embernek van esélye. Tehát kell az embert, tudod, te is coach vagy, ki kell az embert tolni a kényelmi zónájából, mert különben a régi programok szerint válaszol, a régi programok szerint viselkedik és dönt. Ez a rossz döntéseket hozunk, magunkkal szembehozunk döntéseket, mert nem látunk ki ebből a mókuskerékből. Ami nagyon érdekes, hogy az egyik számon az egyik mesterem azt mondta, hogy először a Rubik kockát szét kell bontani, hogy össze tudjuk rakni helyesen. Igen, ez nagyon és hogy amit mondtál, hogy teljesen kizökkenteni abból a pozícióból, hogy vissza tudjuk normálisan építeni. Ja. Igen. Nekem még az első mentorjaim egyike még 2010-11-ben, még mikor Kaliforniában voltam, a Los Angeles, meg az Orange County betanultam, akkor ő még mondta, hogy lazítsd meg a te görcsös markolásodat a problémán. Tehát ahogy beszélünk, ahogy kicsit körbeírjuk, hogy azáltal, hogy az ember görcsösen ragaszkodik a problémájához. Ezt nem is tudja.
Ez csak akkor arra jövünk rá, mikor valaki felhív rá a figyelmünket, vagy mikor felfedezzük, mert már csináltunk elég önmunkát, és azt mondja, a legtöbb az ilyen hipnotikus, ilyen pre-talk, ilyen ez az előbeszélgetés, ez azért jó, mert ez a görcsös ragaszkodást a problémához kicsit szétszedi, mint ahogy te mondod, a Rubik kockát. Robert, nagyon sok kérdést még leírtam, de tudom, hogy azt hiszem mindkettőnknek a mai napra még nagyon, én mindig imádom a válaszaidat. Itt megállnék, ha engedélyeddel itt megállnék, nagyon érdekeset mondtál, és a következő videóban esetleg lehet ezzel folytatni. Mondtál egy kulcsmondatot, hogy ugyanazon a rezgés szinten, vagy egy magasabb, szóval majd a következő kérdés a következő videóban, hogyha lehetséges, mi van akkor, amikor egy magasabb szintről van gyógyítás, valaki, aki beteg és alacsonyabb szintről van, vagy lemenni arról a szintről és úgy felépíteni. Erről, ha megenged, akkor a következő alkalommal erről szeretnék folytatni, mert szerintem ez egy nagyon fontos téma, meg szeretném a válaszodra kíváncsi lennék. Okay. Tudod, még szeretnék mondani valamit, mert a te kérdésed, az utolsó kérdés az nagyon jó volt, hogy segíteni azoknak, van ebbe karma? Igen, van. Tehát itt ez a lényeg, hogy ha mi ráerőltetjük a másikra a mi gyógyításunkat, az rossz karmával jár nekünk. De az is rossz karmával jár, ha nem beszélünk róla nekik, hogy van megoldás. Tehát nagyon finom. És ezért a borotva élén táncolni, és ezért nagyon nehéz gyógyítónak lenni, mert eleve a régi Matrix világban mindenki az orvoshoz rohant, az olyan, amilyen, ne kérdezz, tudod, és most meg az van, hogy mi belülről termeljük, az mentális síkról termeljük a betegséget, vagy teremtjük a betegséget, akkor csak ott lehet meggyógyítani. És azért mondtam sokszor előadások, meg magánbeszélgetések, mert hogy én kimondom, mit kell, és én megyek tovább. És valaki azt mondja, hogy hey, ne menj, gyere, gyere, ez most miről szól? Akkor megfordulok, és akkor mondom, gyere. De nem szabad rá erőltetni az embereke, mert az rossz karmába jár. Mindenkinek megvan a maga életútja, és mindenki magáért felelős. És most ez a savior, ez a megmentő energia, ez most jön, és szeretném ezt ide beszúrni, gondolom belefér, mert tényleg az embereknek ezt tudni kell. Ez egy nagyon erős energia most jön ki, hogy meg akarunk menteni másokat. A nő meg akarja menteni a férfit. A férfi meg akarja menteni a nőt. És ez onnan jön, hogy kiheveretlen traumáink vannak, és áldozatok voltunk. Áldozattá váltunk, mindenki változzá. Tehát nem, most nem ez a lényeg. Nem hevertük ki, és utána átmegyünk, és nem tudom, hogy mi ez a self-righteous. Jóságos? Igen. Tehát ilyen próbáljunk egy jóságos segítőnek lenni, viszont ez megint egy manipuláció, ez egy erőltetés, ez egy kontrollmechanizmus. És akkor ebből kialakul az archetipus, mert a victim, tehát az áldozat, az is egy archetipus, ebből kialakul a savior, ami a megmentő. És most ez nagyon domináns. Ezt te is látod, hogy de úgy szeretnék segíteni, de nem hallanak, nem akarják. Mondom, azért, mert ez a megmentő, ez tollakodik. Ezt integrálni. Most csak úgy tudunk magunkhoz embereket közelengedni, hogy nincs bennünk ellenállás, meg toló energia, és nagyon finom dolgokon múlik, és ez a megmentő szerep, ami most nagyon domináns, ezt, ha integrek, akkor semlegesek tudunk lenni, és úgy oda tudunk az emberek elé állni. Figyelj, én tudok segíteni, kérlek, te hozd meg a döntést, hogy tényleg akarod-e. És akkor az ember egy kicsit hezitál, mert ahhoz kell tudod, erő, meg önszeretet, meg kell hozni egy olyan döntést, ami az eddigi mintáknak az ellenkezője. Tehát hajlandó vagy-e kiszállni a szenvedésből, hajlandó vagy-e bevállalni felelősséget magadért. Ha igen, akkor ott leszek. Ha nem, akkor én átadtam, amit kell, én karmamentes vagyok, te meg folytatod az út. Ez a karmamentes szó, az nagyon tetszik. Amúgy érdekes, hogy ezeket mondtad, mert nem hiába, ez most nagyon rám, olyan, mintha nekem mondtad, nem véletlenül mondtad, mert ezt nekem is mondtad, ezt a megmentő szerepet. Én úgy érzem, hogy nekem ugye 11 éves koromban elvesztettem anyukámat, és valahogy úgy érzem, hogy
őt megmenteni, az hasonló volt, mint az egész világot, vagy nagyon sok embert, mert én legalább 15 éven keresztül ráerőltettem. Most is egy kicsi van bennem egy kicsi ebből, de rápróbáltam erőltetni, hogy segítsek, vagy megmentsek más embereket. És ugye azt tanultam, hogy minél jobban akarok másokat segíteni, az annál kevésbé magamat, önmagammal foglalkozás, kapcsolódás az egyre gyengébb, és az energia az meg a más emberekre próbálom kitolni ezeket, meg ugye az eredete az anyukámnak a megmentése. Szóval ez nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert tényleg, mintha ha rám mondtad volna, nekem mondtad is volna. Örülök. És akkor mondok még, ha ennyire apropó, akkor mondok még egy kis pár részlet, ami nagyon fontos. Aha, hogy létszik. amikor egy gyerek egy ilyen katasztrófát vagy tragédiát él meg, ez lehet egy családi perpatvar, a szülők veszekednek, lehet, mint a te esetedben, hogy az egyik szülő elhalálozik, vagy meghal, akkor, ahogy a te esetedben is, egy olyan idézőjelben túlzott felelősséget vállalunk a külvilágért. Mindikor a gyereknek a szülei elválnak, akkor az van, hogy magunkra vesszük a felelősséget, és úgy érezzük, egy tudatalatti szinten, hogy mi okoztuk ezt a mi felelősségünk. És akkor ezt kompenzáljuk, és akkor mi másokért felelősséget vállalunk, ami egy lehetetlen misszióba megy át. Nem tudjuk. Az egy bizonyos idő után kiéget minket, és mikor dolgozom kliensekkel, mindig mondom, hogy menj vissza abba a traumatikus szituba, és beszélj magaddal, állj magaddal szembe, ez egy részintegrációs lépés, amit a nagy technikában mutatok meg, és mondd meg magadnak, hogy nem csináltál semmit rosszul. Minden oké, sajnálom, hogy ezen átmentél, de kérlek, engedd el a mások irányába ezt a terhelő felelősség tudatot, mert nem fogod tudni csinálni. És amikor magunkkal szembenézünk, ez integrálja ezeket a nagyon finom, pici részeket, és attól szűnik meg a probléma. Jó? Csak azt mondani neked is, hogyha ismered ezt a technikát, hogy semmi nem csinálta rosszul, gyerekként az túlélési mechanizmus ott volt egy szív, ott volt egy törődés, ott volt egy vágy, csak ez egy kiégési mintához vezet később. És az a lényeg most az új embernek, az új földön, hogy vállaljuk vissza az erőnket. Nagyon furcsa, mert rengeteg mintánk van, felelőtlenség, erőtlenség, szeretetlenség, a csomó egohiszti, és akkor tudod, az ember, ahogy bontja el a rétegeket, utána látja, hogy te jó Isten, itt azért tényleg van mit dolgozni. Robert, nagyon köszönöm a gyönyörű válaszokat, és remélhetőleg még ugye sok kérdésem van, meg ugye ha máskor erről a, hogy milyen energetikai szintről gyógyítunk, és ennek a felépítése, már rögtön mit jelent az, amikor egy magasabb szint, vagy arra a szintre, és akkor onnan felépíteni. Ha ezzel tudjuk folytatni, akkor még egyszer nagyon köszönöm a válaszokat, a kérdéseket, nagyon, nagyon jó volt. Én is köszönöm szépen, jó volt látni, Péter. Szia! Köszönöm szépen, sziasztok, szia, Robert, szia!